Köszöntöm hallgatóinkat, Csákó Attila vagyok. Mai vendégem Rónai Attila, a Hunterm tulajdonos ügyvezetője, a DVTK női kosárlabda csapatának névadó szponzora. Jó napot kívánok, üdvözlöm én is a kedves rádió hallgatókat. És köszöntöm Attilát is, és köszönöm, hogy befáradt a stúdióba. Én köszönöm a lehetőséget. Először egy kicsit nem a szponzorációról fogunk beszélni, hanem a cégről, illetve hát mint őről, mint menedzserről, hogy kezdődött a vállalkozásának az indítása? Értettem. Azt szoktam mondani, hogy én valamilyen szinten szerencsésnek érzem magam. Ugye nekem a szülői háttérből mind édesapám, mind édesanyám hiába elváltak, de ugye mind a ketten külön-külön vállalkozást indítottak. Így igazából a iskola meg a egyetem mellett volt szerencsém háromféle vállalkozásba is bepillantást nyerni, dolgozni az iskola mellett, és végül is úgy hozta az élet, hogy a nyílászáró gyártásba töltöttem el több időt édesanyám mellett. Ez 2004-ben kezdtem el tevékenyen részt venni, nulláról indultam, tehát minden egyes folyamatát, lépcsőjét végigjártam, és ahogy édesanyám sajnos kezdett rosszabb egészségügyi állapotba lenni, 2012-ben ő ugye eladta ezt a céget, és én meg ott maradtam, hogy bitévő legyek. És 2013-ban jött létre a Hunterm. Úgy gondoltam, hogy van négy jogosultsága az eddig megszerzett szakmai tapasztalatnak. Rendelkeztem kapcsolati tőkével, beszállító ismerettséggel, és igazából így indult el ez az egész folyamat. A kapcsolati tőke rettentően fontos minden vállalkozás, vagy talán az élet minden területén, de mondjuk azért ehhez pénz is kellett, és hogy kell elképzelni, hogy vett egy sufnit, egy ablakkészítő gépet, vagy pedig már egy csarnokba tudott beszállni, vagy esetleg az édesanyja által korábban birtokolt vagyontárgyakat, eszközöket, gépeket is tudta hasznosítani? A legutóbbi volt, tehát annak egy részét tudtam hasznosítani, amit annak idején meg tudtam venni, a többit pedig bérbe vettem, tehát igazából 2019-ig a legtöbb dolog, ami nálunk volt, tehát maga az ingatlan, illetve a gépgyártósornak a jelentős része az bérleményben volt, és 2019-ben tudtam ezt megvásárolni, tehát most már ott tartunk, hogy mind a csarnok, mind a gépek az a saját tulajdonban van, tehát nem kell már bérelnem. És a kezdeti időkben hány emberrel dolgozott, és most hány emberrel dolgozik? Kezdetben úgy indult, hogy három fővel indult maga a vállalkozás. Folyamatosan fejlődtünk, talán 2017-ben volt egy nagyobb robbanásszerű létszámnövekedés, akkor már 44 fővel voltunk, és most 55 fővel vagyunk, tehát folyamatosan fejlődünk, mind emberállományba, mind gyártás, tehát technológiába, gépparkba, úgyhogy igyekszünk mi is a korra haladni. És a Covidot nem érezték meg, vagy akár most a háborút? Megmondom őszintén, ezért a Covid, tehát a legelső hullám, hogyha lehet így fogalmazni, akkor szerintem mint mindenki más, mi is picit megijedtünk, ismeretlen helyzettel találkoztunk, nem nagyon volt még rá példa. Az első hónap után ugye valamit kellett valami megoldást találni erre a helyzetre. Annyi az szerencsénk, talán, hogy azért otthonról, home office-ból, akkor így mondom, nyílászárót gyártani elég nehéz, tehát valóságban be is kell menni, és tevékenyen részt kell venni, és igazából ezt a partnereink is felismerték, hogy terméket eladni otthonról, az nem lesz egyszerű. Főleg úgy, hogy az ember ugye mostanában szereti már nem csak távolról megnézni magát, amit kap, hanem megfutosni, nyitni, zárni, hogy mégis lássa, hogy mit fog kapni azért a pénzért. Mikor érezte úgy először, hogy megérte, hogy belevágott? Mi volt az a pont? Ránézett a bankszámlájára, a cég bankszámlájára, vagy pedig egymásnak adták a kilincset a vevők, vagy még embereket tudott felvenni? Tehát mi volt az a momentum, amikor azt mondta, hogy jól döntöttem? Nyilván ez lépésről lépésre haladt. Az első igaz ilyen jó érzés, akkor így mondom, egy vezető számára, amikor mondjuk a rendszeres munkabér átutaláshoz nem okoz
problémát olyan értelemben, hogy fejtörés, hogy ne ez, hogy oldjam meg, hogy mindjárt itt van a utalás, és ezzel mit fogunk tudni kezdeni. Azért 55 embernek, vagy 55 családnak, akkor így mondom, a megélhetését biztosítani hónapra, hónapra, évvel, évre, azért az nem kis felelősséggel jár, és mi azért próbáljuk ezt családias szinten tartani még ennél a létszámnál is, tehát ismerek mindenkit, mindenkinek a maga egyéni problémájával tisztában vagyok bent a kollégáknak, tehát ezért is ez egy jó érzés volt, amikor már ezen nem kellett a kisfejemet törni, hogy az a munkabér az hogy kerül. Ez volt talán a legelső ilyen lépcső. A második lépcsőfok az volt, amikor egyre több vevő, illetve megrendelő keresett meg minket, nem csak lakossági oldalon, hanem generálkivitelezők itt, és igazából mindegyik úgy nyilatkozott, hogy a jó hírünket hallotta mástól, tehát ez a legjobb reklám, amikor egy adott megrendelő jó hírrel, pozitív véleménnyel van, és ezt át is adja egy másik potenciális vásárlónak. Említette, hogy mind az 55 alkalmazottat személyesen ismer, a családjukat, az igen, életüket. Hogy kell elképzelni egy napot, hogy reggel bemegy, iszik egy kávét, aztán lemegy a gyártósorra, megveregeti Józsi bácsi vállát, aztán elbeszélget a gyakornok fiúval, letolja a Bélát, mert nem jó van sorjázva, nem tudom milyen alkatrész, egyáltalán van-e sorjázva, de ez egy mellék és szakmai kérdés. Hogy képzeljük el a napját? Nyilván ilyesmi, azért ennyire nem. Nyilván, mint hogy minden normális cégnél, ugye nálam is megvan a üzemvezetői kolléga, akkor az értékesítésben részvevő kolléga, tehát azért minden poszton megvannak azok az adott emberek, akiknek megvan a napi rutinszerű feladatok, azért nem minden nap beszélgetek mind az 55 emberrel, mert akkor elmenne vele a napom, és nem tudnék azzal foglalkozni, hogy hogyan lehetne javítani, fejleszteni, vagy éppen fejlődni 2023-ban is, háborúban is. Úgyhogy, de nagyjából hasonló, nyilván minden nap kimegyek a gyártósorra, szerencsére sorjázásra visszatérve nálunk elég modern, úgy gondolom, a gyártási technológia, tehát vonalkód alapú gyártás van nálunk, már maga a megrendelés is elektronikus formában jön be hozzánk, amit mi egy rendszeren keresztül továbbítunk a megmunkálóközpont egesztőgép, tehát magyarán mindenhol vonalkódos rendszerben dolgoznak a kollégák, a vonalkód leolvasásával megtudják, hogy éppen mi az adott munkafolyamat, és így működik a gyártás, tehát viszonylag modern gyártósorunk van, akkor így gondolom. És azt, hogy mire van igény, azt hogy mérik fel? Mi úgy döntöttük annak idén 2013-ban, hogy a nagyon olcsó kategória, vagy a nem megfelelő minőségű termékek piacán nem szeretnénk helytállni, versenybe szállni, inkább a magasabb minőséget szeretnénk képviselni, így választottuk ki az összes beszállítóinkat, és nyilván ehhez kapcsolódik egy magasabb ár, de én úgy látom, hogy a vásárlók 90%-a már az elmúlt jó 10 év alatt odáig jutott, hogy mindenki tisztában van vele, hogy egy adott terméket jobb egyszer megvenni, és utána boldogan használni 10-20-30 évig, mint 3-4 évente újra venni egy adott terméket, és kidobálni az ablakon szó szerint a pénzt. A partnereiket honnan szerzik, akiknek értékesítenek? Tehát nem annak, aki bemegy és egy családi házra vesz 10 nyilászárót, hanem lakóparkokat keresnek meg, vagy nagykereskedőket? Vagy milyen módon is ez országos lefedettséget jelent, vagy akár meg exportálnak is? Kétféle irány van nálunk. Az egyik az a közvetlen lakossági értékesítés. Ugye van 3 saját mintaboltunk, bemutatótermünk, ki minek hívja, Miskolcon, Veszprémben és Szegeden, és a többi nagyvárosban országos lefedettséggel pedig viszonteladói partnerekkel rendelkezünk. Mi azt a fajta politikát folytatjuk, hogy egy adott városba egy régi, meglévő a partnert erősítünk, tehát őneki mind kedvezménybe, reklámba,
szolgáltatásba, tehát mindent maximálisan átadunk, maximálisan megadjuk, és nem is igazából engedünk be az ő területére esetleg új jelentkezőt, ezáltal úgymond limitáltak a partnereink száma, viszont ugye cserébe stabil a vásárlókör, tehát nincs az, hogy ma tőlem vesz, holnap után a másik gyártótól, tehát hűségesek, akkor így mondom, a partnereink, és ezt mi is az igyekszük meghálálni nekik. Export? Export van. Nyilván ugye itt a határ közelsége, Szlovákia az mindig is volt, mindig is lesz. Ausztria, Németország, Olaszországban is próbálkoztunk, elsőre nem jártunk sikerrel. Nemrégiben vettünk egy új gyártás technológiai hegesztőgépet, ami Magyarországon még nincs senkinek. Azon kívül, hogy műszakileg is plusz nyújt, igazából egy átlagember számára esztétikában nagyon sokat dob, főleg egy színes termék esetében, amit azért egy olasz piac már elvár, tehát igazából ezzel a technológiával lehetne akkor újra támadásba lendülni a olasz piac vele. Mintha megtorpanni látszana az építőipar. Van menekülő útvonal? Igen, ez az év, ez nem lesz a legfényesebb, ezt én is így gondolom. Azt azért hozzá teszem gyorsan, hogy ami az elmúlt 2-3 évben volt, azért az a felfutás se volt normális. Nyilván megvoltak mind a lakossági oldalról, mind pedig az állami oldalról azok a támogatások, akár uniós szinten is, amiket ezt a fajta túlzott felívelést eredményezték. Nyilván ahhoz képest ez az év ez jelentősen rosszabb. Hasonló a helyzet különben itt a kelet-európai országokban, vagy közép-kelet-európában is szintén az építőiparban, de mivel ott nem volt akkora kiugró emelkedés az elmúlt pár évben, ugye nyilván nem is olyan mértékű a visszaesés. Én úgy gondolom, hogy megoldás vagy kiút az mindig van, csak meg kell találni. Minőségi termékekre szerintem mindig is volt kereslet, és mindig is lesz. A vevők, biztosan mondom, hogy mai vevő már olyan szinten tisztában van, hál' Istennek azzal, hogy milyen műszaki tartalmat keres, illetve ahhoz milyen szolgáltatásokat szeretne igénybe venni. Hál' Istennek egyre kevesebbet kell úgymond terelgetni, vagy segíteni a megrendelőt, és igazából ez lehet az egyetlen egy kiút, amikor a vevőnek mindenféle igényét ki tudjuk elégíteni, mert az igény az megmaradt most is, meg létezik, csak rá kell találni. Nagy divat vagy inkább trend most az okos otthonok építése. Ebbe a szegmensbe mennyire lehet piacot szerezni és találni? Az okos otthon az ugye nyilván a alap dolog az, hogy egy okos házrendszert összekötök sok mindennel, ez ugye lehet fűtés, hűtés, riasztó, és ugye nagyjából itt kerül képbe egy nyílászáró. Ugye nyílászáróban, hogyha ezt felüleink a megrendelő előre, jelzi, hogy ő neki lesz okos otthona, akár nyílászáró, akár redőny témába, az ablakban például be lehet szerelni gyárilag nyitási érzékelőt, ami most már nagyon esztétikus, mondhatnám azt, hogy nem is nagyon látszik, azt egy okos otthonba be lehet kötni, és akár az egy okos otthon rendszeren keresztül, akár egy mobilos applikáción keresztül látja a kedves ügyfél, hogy melyik nyílászárót hagyta éppen, vagy ő nyitva, vagy éppen azért van ugye kinyitva, mert valaki beszeretne rajta jönni, akit annyira nem nagyon vár. Tehát mindenre van megoldás, nyilván ugyanezt meg lehet az árnyékolást a technikával is csinálni, akár időre, beprogramozva, akár a napszaknak megfelelően le, illetve fel. De belát üzleti potenciált? Van benne potenciál, persze. Ez a fajta vevői kör, úgy gondolom ez inkább válságálló, tehát nem nagyon érzik meg a gyengébb éveket. A nyílászárók piaca, az mennyire telített? És mekkora a verseny? Ez is egy nagyon érdekes dolog. A magyarországi nyílászáró gyártók jelentős része, akik hozzánk hasonlóan, inkább úgy fogalmazok,
modern gyártósorral, tehát kapacitásba, minőségbe hasonlóan produkálnak, mint mi. A legtöbbik itt a kelet-magyarországi régióban található, tehát hogy itt vagyunk, mondjuk azt, hogy 150 kilométeren belül egymáson, és innen indulunk, vagy innen támadunk nyugatra, délre, északra, tehát mindenki, amerre éppen tud. Annak ellenére, hogy ilyen közel vagyunk egymáshoz, mindenkinek megvan a maga saját piaca, mindenkinek megvan a maga saját bevőkere, úgymond akár viszonteladói hálózata. Ugye próbál mindenki más-más termék, családból nyílászárót gyártani, ezáltal nem is nagyon zavarjuk egymást, én úgy gondolom, illetve az elmúlt időszakban ebbe is szerencsére változás történt, hogy nem azon dolgozik a konkurencia, hogy a másikat lehetetlenítse, hanem akár egy segítő szándékkal is. Tehát nálunk is volt rá példa, hogy Nyíregyházán egy hasonló nyílászárót gyártónak éppen valami problémája volt alapanyagban, és ugyanaz a beszállító szállít be hozzá is, mint hozzánk. Ő neki nem volt alapanyag, nem tudott szállítani, nekem volt felesleges, és ebben segítettem neki, de ez oda-vissza működik. Tehát ebben amúgy, hál' Istennek, én szerintem már előre lépett a piac. Az import az mennyire van hatással a magyar piacra, illetve hát az önök eredményességére? Ugye induljunk ki az alapanyagból. Az alapanyagomnak a nagyon nagy része az importból származik, tehát euró alapú. Nem erre gondoltam. Tudom, hanem a termékre. Maga a termék az igazából innen Lengyelországból, illetve Romániából jön be a magyar piacra rengeteg ablak. Itt ugye lehetne versenyezni azokkal a cégekkel, akik, úgy mondjam, nem biztos, hogy legtisztességesebb úton szerzik be a terméket, és ehhez kapcsolódóan lehet, hogy nem tisztességesebb úton árulják is itthon, de ez a része szerintem eddig is megvolt, és meg is lesz. A jövőben is nyilván hosszú távon egyik ilyen piaci szereplőnek sincs jövője, így ezzel nagyon nem is foglalkozom, megmondom őszintén. Tehát van, létezik, nem kevés mennyiség érkezik be az országba, de úgy, ahogy mi sem foglalkozunk vele, én úgy látom, hogy a piaci megrendelői állomány se nagyon foglalkozik vele, tehát egyre jobban lecsökken ennek az igénye, hiszen amikor azt mondják egy adott termékre, hogy lehet, hogy 10-20%-kal olcsóbb, vagy mondjuk esetleg egy 27%-os áfa mértékével kedvezőbb az adott termék, de holnap után már ne keresél, hogyha van vele valami problémád, akkor ott az ember elgondolkozik, hogy akkor mégis mit választom. A cég neve az egy szó összetétel, Hún és Term. A Hún az vélelmezem, hogy Hungary-t jelent, tehát Magyarországot. Miért tartott ezt fontosnak a cég nevében közölni, illetve mit jelent önnek Magyarország? Első lépésként ugye Magyarországon élünk, azon belül is Miskolcon magyar emberek vagyunk, itt is dolgozunk. Nem hiszem, hogy ezt le kellene tudakadni. Úgy gondolom, hogy erre azért büszke lehet mindenki, hogy magyarnak született és annak is vallja magát, ezzel szerintem semmi probléma. Úgyhogy ezt mi is fontosnak tartottuk, hogy ez a cég névbe is megjelenjen. A másik pedig a szigetelés szóból, tehát a tetevődik össze, és igazából így alakult ez a szó összetétel, hogy mondtam. Azon kívül én szerintem jól is hangzik, de lehet, ez csak az én véleményem. Ön a DVTK női kosárlabda csapatának a névadó szponzora. Miért és hogyan csöppent be ebbe a világba? Úgy tudom, hogy nem sportolt korábban, vagy nem versenyszerűen. Így van, tehát nagyon jelentős sportolói múltam az nincs. Sok sportot kipróbáltam fiatal koromban, de egyiknél se ragadtam le. De ez lehet, hogy talán meg is látszik rajtam úgy, hogy ez ellen nyilván most, hogy egy picikét több időval rengelette, ilyen 5-6-tól járok edzeni, tehát megpróbálom az elmúlt 20-30 évet bepótolni. Nyilván maga a sport az fiatalon is érdekelt, akkor is jártunk ki mérkőzésekre, legyen fazi,
kosárlabda, jégkorongtól elkezdve női foci, tehát jártunk annyi mindenre, hogy mint a rossz nyavaja, ezzel amúgy nincs probléma. Valahogy úgy alakult az életem, hogy mindig is közel tudtam maradni szurkolói szemmel, akkor így mondom, a sporthoz, és így volt alkalma általában a helyi kis csapatoknak először megkeresni engem, legyen ez foci, vagy éppen ő birkózás, vagy éppen technikai sportok, tehát ő mindegyiket, úgy mondom, támogattam, vagy segítettem a magam módján, és valahogy így alakult ki az, hogy a Dió Győr is rám talált. Tehát tegyük hozzá, hogy ebben azért megvan egy ilyen magán jellegű oldal, hogy ugye a páromnak a lánya, ő a utánpótlásban ugye kosárlabdázik, tehát egy jó pár éve azért még közelebb kerültem a női kosárlabdához és a Dió Győrhöz. És nem tartott attól, hogy kicsi vagy közepes magyar vállalkozásként az ilyen nagyobb körében, mondjuk mint a DVTK női kosárlabda csapata, vagy akár egy fotballcsapat, jégkorong csapat, főleg akik nemzetközi porondon is megjelennek, hogy nem rúg labdába? Hát mindenféleképpen, amikor legelőször megkeresett a DVTK, én nem is értettem, hogy én mint egy kis helyi vállalkozás miben tudnék segíteni, vagy esetleg hogy tudnám támogatni a DVTK-t, azon belül is a női kosárlabdát, de utána igazából meggyőztek ők is, meg én is eljutottam magamba, hogyha az én saját szintemen nem próbálok megsegíteni, vagy nem indulunk el ezen az úton, hogy mindenki, amivel tud maga elejéhez mérten, vagy ahhoz képest segítse a helyi sportot, vagy a helyi sportolókat, csapatokat, akkor ez igazából nem fog megtörténni. Tehát el kell engedni azt a fajta félelmet, hogy kicsik vagyunk, nyilván tisztában vagyok a saját cégem mértékével, egyértelmű, hogy a többi támogatóhoz képest úgy mondom, hogy én vagyok a legkisebb. De, hát azért biztos jól jönnek a forintjai. Én is így gondolom. És az miért van ön szerint, hogy vannak mások is, akiknek sikeres a vállalkozása, és mondjuk mégsem állnak be szponzornak, vagy jótékonykodnak? És ezzel nem megbántani akarom. Világos, minket, világos. Ön mit gondol erről? Hát ez egy olyan jó kérdés. Biztos mindenkinek megvan a maga értékrendszere, illetve hogy ki mit tart fontosnak, vagy fontosabbnak az életébe. Azt azért én is megtanultam, hogy ha kapok az élettől, akkor azt visszaadni is. Azt mondom, hogy kell, ez így nem hangzik szépen, de amúgy jó dolog, akkor így mondom, visszaadni az életnek, és ez szerintem hosszú távon az élet meg is hálája. Akkor így fogalmazok inkább. Hogy mások miképpen gondolkodnak, vagy miért nem így gondolkodnak, hát nyilván nem vagyunk egyformák, mindenki úgy dönt, ahogy szeretne. Az is lehetséges, hogy a többi vállalkozás is támogat, vagy nyújt segítséget a maga elejével, csak az lehet, hogy nincs ennyire középpontban például, mint most az én növi. Igen, meg van, aki esetleg nem is vállalja fel, így tehát van. Csak csönd vagy jó, így van. És akkor... Igen. Tehát nem biztos, hogy én vagyok a egyetlen, aki támogat, csak lehet, hogy ez most így középpontba került. Egyébként egy szponzor az beleszólhat valamit egy klub működésébe? Hát a mai világban, főleg Dió Győrnél ugye már multi klubbá vált, nem nagyon lehet beleszólni a működésbe. Nyilván szakmailag amúgy sem értek hozzá, arra azért megvannak ott a hozzáértő emberek, hál' Istennek nem tudok beleszólni, amiben van lehetőségem úgymond segítő szándékkal, azok ugye például a bérletek, belépők, utazásban segíteni a szurkolóknak, ebben tudok segíteni, illetve a múlt évben lezajlott kosárlabda dobó verseny is az én ötletem, vagy Völgyi Peti is az én ötletem volt, tehát ezekben viszont úgy érzem, hogy a DVTK is mellénk áll és támogat. Tehát, hogyha van valami jó elképzelésünk,
akkor abban ők partnerek, de effektíve beleszólni, hogy most akkor XY-t vegyük meg, mert jó lesz, mert... Sűrünk ki erre meccsekre? Igen. Szerintem két meccsen nem voltam, azon kívül az összes többén voltam. Euróligában is volt szerencsém elkísérni akkor a csapatot. Itthon is idegenben jártam mérkőzésekre. És hogy kell elképzelni, hogy ott ül a VIP páholyba, a smokingba, vagy pedig ugrál a B középben? Hát a hazai mérkőzéseken én jó magasan ülök, külön szekcióban, hát a skyboxnak hívják, de én azt szoktam mondani, hogy nem is baj, hogy én ott a távol ülök mindenkitől, mert hogy mondjam, én érzelemdúsan szoktam szurkolni, akkor az jó. Inkább így fogalmazok. Idegenben ultra, tehát a B közép, igen. Tehát nem szoktam a VIP-páholyba ülni, megmondom őszintén. Ugye mivel régebben is jártam ki mérkőzésekre, azért még megvannak régi ismerősök a ultrákból, úgyhogy van ki ehhez, hál' Istennek, leülni és együtt szurkolni, azért ez mindig egy jó érzés. Az, hogy támogatja a DVTK-t, az hozhat üzleti sikert is? Tehát, hogy mondjuk azt mondja egy DVTK szurkoló, vagy egy cég, hogy tudod, ez az a fickó, aki anyagilag támogatja a csapatot, ez nekünk jó, mert minden egyes forint kell, és annál jobb játékosokat vesznek, annál jobb lesz az eredmény. Vegyük meg tőle a nyírházárot, nézzük meg, és vegyük meg tőle. Van ilyen? Biztos van ilyen jellegű hatása, nyilván amúgy a cél az nem ez, megmondom őszintén, tehát inkább ennek az emberi oldala a fontosabb. Nem azért kérdeztem, nem arra gondolok, hogy ön anyagi érdekeltség miatt ad ki 3 forintot, hogy aztán befolyjon 4, hanem csak az, hogy van-e olyan, hogy azért a szimpátia, mivel ön szimpatizál a DVTK-val esetleg, vannak olyan szurkolók vagy cégek, akik azt mondják, hogy hát akkor az is jó nyílászárót gyárt, a B is jó nyílászárót gyárt, a C is, de akkor vegyük meg Rónai Attilától. Igen. Amúgy ilyen pozitív hatása is van. Hál' Istennek az elmúlt években rengeteg ilyen visszacsatolás jött, beszállítóktól, megrendelőktől, még olyan ország részről is, úgy mondom, ahol nem hittem volna, hogy mondjuk ez a hír eljut, vagy mondjuk ezt, hogy inkább sportba konkurens város, akkor így fogalmazok. Tehát még onnan is jönnek ilyen pozitív visszacsatolások és hírek. Úgyhogy ez különben ez hatalmasan jó érzés, tehát ezt nem lehet leírni vagy elmondani. Beszélgettünk arról, hogy milyen évek voltak az elmúlt esztendőkben, vállalkozói szempontból most egy kicsit visszakanyarodnánk a vállalkozói létre. Tehát, hogy az elmúlt évekről beszélgettünk, de mit vár a következő évektől rövid és hosszú távon, illetve milyen tervei vannak? Mit várok? Úgy gondolom, hogy örökké lefelé nem mehetünk, tehát hullámvölgy a gazdaságban az volt is, van is, és lesz is a jövőben. Ezekre fel kell tudni készülni már azokban az időkben, amikor felfelé hívelünk. Úgy gondolom, hogy elértük azt így az elmúlt 10 évben. Remélem ez nem nagy képűségként hangzik, vagy nem hangzik nagy képűen, hogy szerintem válságállóvá nőttük magunkat. Annyiból picit talán jó ez az év, ez a 2023-as év, amikor nincs akkor a balondokháza, így mondom, akkor most tudunk gondolkodni azon, hogy milyen fejlesztéseket, milyen bővítéseket csináljunk ebben az évben, illetve jövőben. Ezt folyamatban is van, tehát csarnok, bővítés, géppark további fejlesztése, tehát ez az időszak az, amikor talán erre jobban van idő, hogy ezt az ember fejben átgondolja, és meg is tudja valósítani. De szerintem ez amúgy is szükséges ahhoz, hogy hosszú távon, amikor majd a lentről vagy a nulláról újra elkezdő felévelni a gazdaság és megindul a úgymond a kereslet, akkor azt ki is tudjuk szolgálni mind határidőben, mind pedig minőségben. Ha itt lenne egy kosár és egy kosárlabda, 10-ből hányat dobna be? Hú, hát én
nem nagyon játszom jól, inkább csak nézem, vagy szuszulkodom, de szerintem egy 10-ből 3-at azért csak becsavarnék, nagyon remélem. És igazából talán el is volt jó ez a dobóverseny, egy erre picit visszakanyarodva, hogy egy átlagember is, vagy egy szuszulkodó is érezze, hogy ezt a 3 pontot nem nagyon könnyű azt bedobni. Tehát mondjuk, hogy dobja, de nem dobtad, de miért nem? Hát gyere le, próbáld meg. Nem olyan egyszerű, ez kérem szépen. És az üzleti életben ott hányan dobna be, vagy hány zicser csap le? Hát ott azért jobb a százalék. Tehát a statisztikailag ott az jobban állok, hál' Istennek. Nem szabad abba a hibába esni, vagy azt hinni magunkra, hogy most már akkor értünk, minden révbe értünk és át lehet dőlni, vagy hogy mi mindent is tudunk és mindenhez is értünk. Folyamatosan fejlődni kell, figyelni a piacot, figyelni az újdonságokat, mind beszállító, mind gyártás technológia, mind termékek tekintetében, illetve azt, hogy a konkurens mit kínál, tehát sosem lehet úgymond nyugóvóra térni, hogy most már révbe értünk, és innentől már csak számolni kell a pénzt, mert akkor az ott vége a dalnak készegültek. Mai műsorunk véget ért, köszönöm hallgatóink figyelmét. Rónai Attilát, a Hunterm tulajdonos ügyvezetőjét, a DVTK női kosárlabda csapat névadó szponzorát hallották. Én köszönöm neki, hogy bejött a stúdiónkba. Én köszönöm szépen a lehetőséget és a meghívást. Sok sikert kívánok az üzleti életben, és hajrá DVTK! Köszönöm, hajrá Diózsgyőr!